Köszönöm szépen a lehetőséget, szeretettel köszöntök mindenkit, és örülök, hogy hallhattam a, ennek az előadásnak a jól fölvezett sok mindent, és azt gondolom, ez egy fontos kérdés. Én a, megpróbálom az evangélikus ért, értelmezést egy kicsit elétek hozni. Nyilván ugyanaz lesz a problémám, mint az előttem szólónak. Maga az úrvacsora az egy nagyon fontos tanítás a kereszténységnek, és ugyanakkor az a néhány évezred, amit mögöttünk van, az azért elég fontosabb, hogy hogyan alakult. Én azt a címet adtam ennek a beszámolónak, hogy ez az én testem, ez az én vérem, az evangelikus úrvacsora értelmezéséről. Ez nagyon fontos dolog, mind a kettő, hogy testem és vérem, és hogy ez az. És akkor így össze is foglaltam az emlék súrvacsorának a lényegét, úgyhogy most már tudjátok is, hogy miről van szó. Na, akkor töltsük el ezt a uh, még 20 percet, uh, vagy 30 percet, vagy 40-et, vagy 50-et, nem tudom mennyi, majd egyszer csak lelőnek. Uh, úgyhogy én amivel kezdeném, az mégis a teológiai alapok. Az evangélikus hit fókuszpontjában Luther Márton óta eredendően a szentírás áll. Nem véletlenül uh, az egyik. Uh, leghíresebb, szinte legendásan emesült kép Lutherről a Wormszi kiállásához kapcsolódik, amikor egyébként ennek most ünnepeljük az 500. jubileumát, és hát azt mondta a Worms irodalmi gyűlésen, ha csak meg nem győznek engem a Szentírás bizonyosságaival, vagy világos okokkal, mert sem a pápának, sem a zsinatoknak egymagukban nem hiszek, mert bizonyos, hogy többször tévedtek, és egymásnak ellentmondottak, akkor az általam idézett szentíráshoz vagyok kötve, és lelkiismeretem Isten igényének fogja. És visszavonni sem tudok semmit, de nem is akarok, mert nem biztonságos és nem helyes dolog a lelkiismeret ellen cselekedni. Itt állok, másként nem tehetek, Istenem úgy segélyen ámen. Hát én is így itt állok, másként nem tehetek, mert szóltak, hogy tartsuk egy előadást. Szóval sokszor úgy gondolnak erre a kiállásra, Luthernek erre a kiállására, mint a szabad lelkiismeret első és nagy kinyilvánítására, pedig azért olvastam föl azt, amit Luther mondott ezen a birodalmi gyűlésen, mert Luther nem egyszerűen tagadta a pápa, a császár, a hagyományok, vagy bármi más tekintélyét, ami egyébként manapság nagyon divatos, hogy tagadunk minden tekintélyt, a korszellemnek is ez az alapja, hanem nem ismert el más végső tekintélyt, Isten igéjén a Szentíráson kívül. Ebből fakadóan, és ezt magunknak is mondom, akik evangélikusok, de azoknak is, akik meg akarják ismerni az evangélikus teológiát, mert nem biztos, hogy egészen ugyanaz, amit tapasztalunk esetleg evangélikus embereknél, és akár lelkészeknél is, vagy nem biztos, hogy ez azonos azzal, amit egyébként az evangélikus teológia tanít. Szóval Ebből fakadóan az evangélikus teológia minden értelmezése, megállapítása és feltevése mögött a szentírásnak kell állnia, mint végső tekintélynek. A hitélet, gyakorlati hitéletnek is ugyanígy a szentírás alapján kell állnia. És ez a hit, az evangélikus hit, az annyiban és annyira marad működőképes, hiteles, koherens, amennyiben és amennyire a szentíráshoz szűséges. Vannak keresztény felekezetek, akik egész jól elműködnek a szentírás mellőzése mellett is, mert megtartják őket a hagyományaik, az, ahogyan ők működni szoktak, vagy a különböző hittételeik, amiket valaki összeállítottak, de az, az az evangélikus hit, amely, amelyik eltávolodik, vagy elfordul a szentírástól, vagy más tekintét kezd el követni a szentíráson kívül, minden alapját elveszíti. Tehát ezért, amikor az úrvacsora értelmezésről is beszélünk, ezt alá kell húznunk. A Szentírás pedig nem más számunkra, mint Isten kinyilatkoztatott igéje, mely teljes egészében bizonyságtétel Jézus Krisztusról. Ő a testé lett ige, ahogy János Evangélium elején olvassuk. Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Aztán a Kolossé levélben ezt olvassuk. Minden általa és ő ránézve teremtetett. Ő előbb volt mindennél, és minden ő benne áll fent. Talán úgy tűnik, hogy ezek, most megismétel, ezeket mindenki tudja, ezek ilyen, miért, miért jött ide Győri Tamás, hogy bennünket itt a gyermekek eledélével fárasszon, hát ezt már minden kis iskolás tudja, aki vasárnapi iskolába egyszer is ült, miért mondjuk el ezeket újra? Azért, mert pont ott válnak el az utak, amikor és ahol ettől eltávolodunk. Ezért, amikor az evangélikus látást szeretnénk megérteni, és szeretnénk látni, hogy mi az evangélikus úrvacsora értelmezés mélységei, akkor mindenek előtt a Szentírás alapján álló kristológia tanulmányozásával kell kezdenünk. Itt mögöttem látszik talán a, a, a vázlatom, amin szeretnék itt végig szaladni, tényleg csak arra lesz idő, aztán majd lehet, hogy tudunk róla még beszélgetni. Valójában ez csak egy ilyen, ez az egész előadása fél órában, amit el lehet mondani, az inkább ilyen jelzésszerű felvínálások, és hát ennél is szeretnék maradni. A krisztológia, evangélikus urvacsora értelmezés mögött álló főpontjai az egyik nagy terület, amiről beszélnünk kell, és először is arról kell beszélnünk, hogy Krisztus valóságos Isten és valóságos ember. Ez nagyon fontos az evangélikus teológiában. Az, hogy mit tartunk Krisztusról, a kereszténységnek az egy központi tana, és arra a kérdésre, hogy kicsoda a Krisztus, akár egy előadás sorozatot is föl lehetne fűzni, most én ezt mell mellőzném, de most csak az evangélikus úrvacsora felfogás értelmezéséhez szükségesekre szeretnék itt utalni. Összefoglalóan csak annyit mondanék, hogy Jézus Krisztusban mint e Isten egyszülött fiában való hit az őskereszténység óta a Szentháromság hit lényeges és szerves része. Amikor a kereszén tanítás, tudatosítása zajlott, elsősorban egyébként mivel abban a korban a görögös gondolkodás volt a tudományos életnek a, az alapvető kérése, mint ahogy nagyon nem olyan régen például a, a németes gondolkodás volt a, a tudományos életnek a a maga megfogalmazása. Most talán angol száz hatások érvényesülnek elsősorban a, a, felsőoktatásban és az egyetemi, már az egyetemek szétosztásában is látszik. Hát az ókorban, amikor megfogalmazták ezeket, és megfogalmazták ezt, tudatosították, hogy mit is tanít a kereszténység, akkor a görög gondolkodás hat, hatása az elkerülhetetlen volt. És az ősegyházban, amikor ennek a görög gondolkodásnak a segítségével tudatosították, hogy mit is tartunk a kereszténység alaptanításáról, akkor a Szentháromság arról alkotott felfogás a Jézus Krisztus személye körüli vitánál viszonylag hamarabb nyugvó pontot talált, és a Krisztus személye körüli vitatárgya az valójában, és erre csak emlékezni szeretnék, nyilván van, értitek többen, hogy mire gondolok, a vita tárgya az istenségének és emberségének egymáshoz való viszonya volt, és hát végül ezt 451-ben a negyedik ökumenikus kalkedóni zsinat határozatában fejtették ki pontosan, föl is olvasnám egy részét ennek a nyilatkozatnak, hitvallásnak. Követni vén a szent atyákat, minnyáján egybehangzóla kinyilvánítjuk, hogy egy és ugyanazon fiút, ami úrunk Jézus Krisztust valljuk, aki tökéletes az istenségében, és aki tökéletes az emberi létben, aki valósággal Isten és valósággal ember, egy lényegű az atyával, istenség szerint, és ugyanolyan lényegű velünk emberi lét szerint, mindenben hasonló hozzánk kivéve a bűnt, egy Krisztust, aki fiú, úr, egyszülött két természetből összeelegyíthetetlenül, elválhatatlanul, oszthatatlanul, elkülöníthetetlenül valónak ismerünk el az egyesülés által semmiképpen sem töröltetett el a természetek különbözősége, sőt, inkább mindegyik természet megtartotta a maga tulajdonságát, és egy személybe és egy lényegbe egyesült, nem két személyre oszlott vagy vált szét, hanem, ugyanazon, hanem egy és ugyanazon fiú és egyszülött Isten, ige Úr Jézus Krisztus. Ó, de jó, hogy akkoriban a görög gondolkodás ilyen Tökéletes, rendszeres teológiai meghatározásokat tudott adni, olyannyira, hogy ez azt gondolom, hogy ma is mi számunkra is eligazító lehet. Ez a Krisztus valóságos istenségéről és valóságos emberségéről szóló tanítás a Szentírás alapján született, és Luther nyomán az evangélikus hitben igen jelentős, mi szerint valóságos istenséggel, és valóságos emberséggel együtt minden kétségen felül áll a megváltó személyének oszthatatlan egysége. Ennek éppen, ennek az oszthatatlan egységnek éppen az evangélikus úrvacsora felfogás megértésében van különleges jelentősége. Ezen a ponton ugyanis a Wittenbergi és Svájci reformáció jellegzetesen eltérnek egymástól. A kalkedóni hitvallás alapján úgy is jellemezhetném ezt a külön, ezt az eltérést, hogy még a svájci reformáció a két természetnek inkább az összeelegyíthetetlenségét hangsúlyozza, és bizonyos mértékig hajlandó a kettőnek a szétválasztására, hogy Krisztus emberi természete könnyebben lehessen példa a hívők számára, addig a luteri reformáció a két természet elkülöníthetetlenségére helyezi a hangsúlyt, mert a különválasztástól félti, a megváltó személyének egységét és a megváltás valóságát. Ez talán nüanszinak tűnik, ez az eltérés, de éppen ez az eltérés az úrvacsoráról alkotott felfogásban érhető leginkább tetten. A második pont, amiről szeretnék beszélni a krisztológia területéről, Krisztus, mint helyettes áldozat. Hát Krisztus művének részletes tárgyalására, ezt láthatjátok a vázatból is, hogy itt uh, nincsen most... Uh, vagy nem szerettem volna ezt elővenni, mert uh, akkor szerintem megdobálnátok uh, almákkal, vagy valami esmivel, uh, tojásokkal. Uh, ezért fókuszálva az úrvacsorára eltekintünk ettől, és arra sincsen időnk, hogy Krisztust, mint helyettes áldozatot mutassuk be a Szentírás tükrében, végigmenve, úgyhogy ezt, ezt se fogom megtenni. Itt csak annyit mondanánk, hogy az úrvacsora felfogása tekintettel, Krisztus nem egyszerűen áldozat volt, hanem áldozatát helyettünk vállalta, azaz, úgy is mondhatnánk, miértünk történt. Ugye, ahogy visszhangzik talán a fülünkbe a szereztetés ige, ti értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Halála pedig nem egyszerű halál volt, hanem váltsághalál, és ez is egy nagyon lényeges dolog, majd talán remélem látjátok, hogy miért mondom, hogy nagyon lényeges dolog az, az evangélikus úrvacsora felfogás szempontjából. Egy válsághalál, mely egyszer és mindenkorra megismételhetetlenül érvényes válságot szerzett, ezt ugye a zsidókhoz írt levél 9. fejezetében, ott olyan jól leírja az apostoli tanítás. Ez a miértünk, vagy mondhatnánk ti értetek, és ez a megismételhetetlen, mindkettő nagyon fontos elem az evangélikus úrvacsora felfogás megértésében. Harmadik pontom, amit krisztológiából ide szeretnék hozni elétek, Krisztus megváltó műve és megvékéltetése. Ez egy nagyon fontos vozzonat a váltság és megváltás mellett az apostoli bizonyságtétel alapján Jézus Krisztus művének kifejezésére kínálkozik ez a mozonat, és ez pedig nem csak a megváltás, most arról nem beszélnék annyit, hanem a megbékélés, kiengesztelődés Istennel. Jézus Krisztusnak köszönhetjük, hogy békességünk van Istennel. Ugye az előbb a megváltó mű, művet hangsúlyoztuk azzal, hogy egyszer és mindenkorra megváltott bennünket, egyszer és mindenkorra rendezte a váltságot, viszont van egy másik dolog, amiről szintén beszél a, a Biblia, a Szentírás, Azért is tettem ide ki, hogy emlékeztessen magamat, hogy mi az alap. Ez azt fejezi ki, a kiengesztelődés, hogy Krisztusnak köszönhetjük, hogy békességünk van Istennel. Azt fejezi ki, hogy bár bűneinkkel szemben Isten szent haragja működik, de Krisztus megbékéltető munkája miatt ez a harag nem a bűnös sújtja, hanem, hanem csak a bűnt. És a megbékélés, megbékéltetés hálateli valósága, az, amelyet az úrvacsorában, mondom inkább görögül, eucharisztiában, ugye a hálaadásban átélhetünk. Tehát a kettő együtt igaz, hogy van egy egyszer és mindenkorra való dolog, de a megbékéltetés az mindig egy folyamatos dolog. És az úrvacsorában, amit Krisztus a földön élő egyházának szerzett, mint szentséget, ezért egy borzasztó fontos elem, hogy az újra és újra szükséges. Nem mondhatom azt, hogy én már úrvacsoráztam, igaz? többször nem lehet bérmálkozni se a katolikusoknál. Hát nem lehet azt mondani ugyanígy, hogyha megfordítjuk pont az inverzére, hogy nem mondhatjuk azt, hogy én többször nem úrvacsorázom. Úrvacsorára szükségünk van, mert pont ezt a megbékélést fejezi ki. Újra és újra emlékeztet bennünket arra a szövetségre, amit Isten új szövetséget velünk szerzett, tehát a megbékélés nagyon fontos mozanata, amit, hogyha meg szeretnénk érteni az evangélikus a felfogást, akkor szemünk előtt kell tartani. Rá is térnék a következő pontomra, nagy pontomra. A kegyelmi eszközökre, mint ige és szentségek, ugye ez a két része van. Római levélből ismerjük, a hit hallásból van, a hallás pedig Isten beszéde, a Krisztus beszéde által. Az ige testélet közöttünk lakozott, és ez nagyon fontos dolog, hogy úgy tekintjük a Szentírást, Isten kinyilatkoztatását, mint amelyik elejétől a végéig Krisztusra mutat. Krisztusba teljesedik be, Krisztus a központi szereplője. Minden, ami történt a Szentírásban is, ami, ami ott van, valahogyan kapcsolatban van Krisztusra, valahogy a nyilak ő felé mutatnak, ő az, akiben ez az egész beteljesedik. A szentség, és itt előhívom egy régi nagy teológiai professzort az evangélikusoknál, hogyha a magyar evangélikus teológiát szeretnénk olvasni, és azt szeretnénk megtudni, hogy az evangélikus rendszeres teológia nagyon tisztán hol van kifejtve, és nem annyira régre akarunk menni, és nem a luteri időszakba akarunk, bár ott Luther az nagy rendszeres teológiát nem hagyott maga mögött, de ha szeretnénk egy ilyet igazi magyart, akkor Prőle Károly hitvilágát kell kézbe venni, az mindig egy nagyon jó iránymutatás, azt hiszem 1947-ben jelent meg, hogyha jól emlékszem, és, de mai napig nagyon sok megállapítás áll. Én erre az előadásomra is elővettem újra, és újra elolvastam, amit ő, mond erről. Hát most idehoznám a szentséget, amit nagyon jól megfogalmazott Prőle Károly. A szentség cselekvény formájába foglalt Igen, a megváltás evangéliumának cselekvényszerű formája. Azaz, Ugye ennek a szentségnek az emelkis teológiában három kritériumnak kell megfelelni, amiközben két szentségünk van, hogy egyszerűbb legyen. Krisztus rendelése, az ami nagyon fontos, elsődlegesen egy, szent, egy cselekményt, szentséggé azt tesz, hogy Krisztus rendelése. Ezért egyébként, bár nekem is nagyon kedves a kifejezés, hogy lelkészé szenteltek, ez helytelen, lelkészé avatjuk helyesen az evangélikus teológia értelmében. Ugyanígy például a konfirmáció az nem egy szentség, az egy emberi cselekmény, mert nem rendelt el Krisztus ezt, tehát aztán másik két, emellett másik két fontos jellemzője a szentségnek az evangélikus felfogásban az, hogy látható jele van és örök élet fűződik hozzá. Hát ezért a házasság például nem szentség, hogy mondjak valamit, mert ugyan látható jele van, azért elég látható, amikor cseperednek a gyerekek, meg nem tudom. Az is, hogy Isten rendelte el, tehát ez, ez nem lehet, ugye, pont ugye ez a mai, mai világban nagyon kell nekünk keresztényeknek hangsúlyozni, hogy Isten rendelése, szoktam mondani, hogy nagyon szívesen összeesketek férfit és férfit egymással, hogyha megbeszélik ezt a főnökömmel, és hogyha ő azt mondja, hogy mától fogva lehet, akkor rendben van. Addig viszont nem tudok eltérni ettől, hiszen nem én találtam ki, nem emberi rend volt, nem mi találtuk ki, hogy így legyen, hanem azt mondta Isten, férfi és nő legyen, és ők legyenek házastársak. Tehát, de ugye nem fűződik, nem olvasunk olyat a Bibliában, hogy aki megházasodik, és gyermekeket nem, az üdvözül. Tehát ilyen nincs a Bibliában. Úgyhogy ezért nem szentség számunkra a házasság. Katolikus testvéreknél ez ugye szentség. Hát ők, nekik más kritériumaik vannak. Beszélnék is most a két szentségről, tehát az igéről most kevesebbet beszélnék, hiszen minden maga, ugye ezt azért hoztam ide, hogy a cselekvény formájába foglalt ige, tehát a. a szentségeket az evangélikus fölfogás szerint azt teszi igazán cselekvővé, hatóvá, hogy ott együtt használatik azzal a jellel az ige, és Isten igéje nélkül semmit nem ér, tehát hiába öntök le háromszor valakit vízzel, ha nincs mellette Isten igéje, ígérete, amit használok, akkor nem lesz az a keresztség szentség, nem lesz érvényes az a keresztség. Ezért most egy kicsit forduljunk a szentségeinkre, tehát a kerességre. Hát ugye itt ki kéne térni hosszan, de most ezt nem teszem a gyermekkeresség problematikájára, már csak azért, mert ez egy protestáns testvériségbe vagyunk itt együtt, és hát ugye ebben különbség van közöttünk. Legyen elég annyi, hogy, hogy a gyerekkerességnél, tehát nyilván sok kritika van, és egyébként azt gondolom, hogy nagyon sokszor evangélikus lelkészként is nem helyesen gyakoroljuk a gyerekkerességet. Ezt csak úgy mellékesen jegyzem meg, hogy a kerességnél egyébként nagyon fontos, tehát most itt az egyháztörténet és egyéb érveket nem sorolnám föl, de egy nagyon fontos kritérium, most csak azt mondom el, hogy mi evangélikusok hogyan gondolkodunk, hogyan kellene, hogy gondolkodjunk erről. Nagyon fontos dolog, hogy csak megkeresztelt, keresztjén, hitben járó, Szülők gyermekét lehet megkeresztelni, és a kereszt szülők közül is legalább az egyiknek evangélikus hitben járó kereszténynek kell lennie. Ha ez nincs meg, akkor megkeresztelheti ugyan a lelkész a gyermeket, de minden felelősség, amely azért euh, keletkezik, hogy ez a gyermek keresztény hitben növekedjen, az a keresztelő lelkészé. Hát ezt nem tudom hányan veszik körül. Most így magamat is megvizsgáltam. Tehát ez egy elég nehéz dolog. Tehát azért elég kemények a kritériumok, hogyha megnézzük. Tehát, hogyha én nem látom biztosítottnak, hogy az a gyermek keresztény hitbe fog nevelkedni, mert mondjuk a szülei nincsenek is megkeresztelőek, egyébként nem is kereszének, akkor elvileg nem keresztelhetném meg, ha hűséges lennék ahhoz, ahogy az evangélikus teológia gondolkodik. Na ennyit a gyerekkerességről, viszont annyit még mondanék, hogy a baptizó, a görög szó az, az nem csak bemerítést jelent, hanem elmerülést is jelent, és ugye ezt az ókorban a hajókra is használták, amikor elmerült egy hajó, tehát egészen átitatódott a vízzel. Tehát még a bemerítés sem ilyen szempontból csak egy jelképes cselekedet marad, az igazi az ha bele is folytanánk a vízbe, és a tüdeje megtelne vízzel az illetőnek. Ezt azért nem kell megtennünk, hála Istennek, mert Krisztus megváltott bennünket a halálból, és a keresség az nem az, hogy Isten most megbüntett téged a bűneidért, hanem annak a jelképe lehet, hogy meghaltam a bűnnek, és feltámadok Krisztusnak. Tehát ez egy nagyon fontos, fontos dolog, hát ezt csak a kerességhez ide akartam tenni. A konfirmáció az egyébként a kerességhez tartozik, és ez, ez megint csak egy nagyon fontos dolog. Ugye a katolikusoknál is van konfirmáció, ez a bérmálás, amit néhány politikus többször is gyakorolt, és szokott minden héten. Ugye a katolikus egyházban a bérmálás, ugye a konfirma, birma, és onnan, uh, innen jön, talán halljuk is még a eredeti kifejezést a fülünkbe, ami így szláv közvetítéssel idejött hozzánk. Tehát a katolikus egyházban a konfirmáció a Szentlélek ajándékának a közvetítése, megkenés vagy kézrátétel útján. Ezt a luteri reformáció eltörölte, mivel ennek nem volt biblikus alapja. Mégis miért van nálunk, akkor mégis konfirmáció, és ebben egyébként hasonló a református felekezet is hozzánk, és hát ez amiatt van, mert az evangélikus lelkészek szükségét érezték, és ez az úrvacsora szempontjából nagyon fontos, volt egy keresség, és aztán az úrvacsora szempontjából nagyon fontos dolog, hogy az evangélikus lelkészek szükségét érezték, hogy a gyónáshoz és az úrasztalához érkezőket kit kérdezzék, és itt az előző előadásra is visszautalnék, hogy mennyire fontos dolog ez, hogy, hogy ezt komolyan vegyük, hogy tudják-e a hit elemi igazságait, így a Jónás és Úrvacsora ne váljon pusztán üres cselekedetté, amit csak úgy megteszik. Ugye ez egy nagyon fontos, egy Korintus 11, azt ugye sokat ide hozhatnánk, vizsgálja meg magát, aki odaérkezik, és ez egy nagyon fontos kritérium egyébként, majd a végén itt az Úrvacsor rendjét érintő változásoknál majd erre még visszautalnék. Tehát ez a kikérdezés, lett a konfirmáció vagy megerősítés alkalma, egybe kötve a kerességnél elhangzott, ugye gyermekkerességnél a szülők által elmondott, hitvallás ünnepélyes megerősítésével, amikor kimondom, hogy igen, én ezt hiszem, ezt vallom, és én tudom, hogy mit vallok. Nem csak úgy elképzelésem van róla, hanem tudom, hogy ezt vallom, tudom, hogy mit fog jelenteni az, hogy én gyónok, és mit jelentenek a bűneim, tisztában vagyok Krisztus váltságával, a hitelem igazságaival, és tudom azt, hogy mit jelent az úrvacsora. Tehát az úrvacsora, a következő pontom, az úrvacsora evangélikus jellegzetességének más felekezetek felfogásának viszonyában. Ugye ez talán a legérdekesebb pont, és erről tudnánk a legtöbbet vitatkozni. Én most csak így fölelevenítem, mi az úrvacsora. Ugye négy helyen is találunk az Új Szövetségben Úrvacsora leírását, magát az, hogy hogyan is kezdődött. Ugye Máté Márk és Lukács evangéliumában, illetve a korintusi levélben, ugye az 1 Korintus 11, amit említettem már, az előbb idéztem is, hogy vizsgálja meg magát, pont ott írja le pálapostól ezt a dolgot. Most csak egy-két különbségre kihegyezett gondolatot mondanék el. Nagyon fontos dolog, hogyha elolvassuk, és itt ez egy... Ez egy látható, hogy számunkra, a magikusok számára az úrvacsora nem a páska vacsorának a átértelmezése és ilyesmi, mert elolvassuk, hogy mi van a Bibliában, és azt mondjuk, hogy miután megvacsorált. Tehát ott van egy ilyen szünet. Jézus betölti az ószövetségi törvényt, betölti az ószövetséget, és miután megvacsorált, befejezte a páska vacsorát, kész, vége volt, elvileg nem szabadott volna már inni utána semmit megenni, igaz? Akkor Jézus azt mondja, új szövetség. Tehát egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy az úrvacsora és a páskavacsora a szereztetéskor, a biblikus értelemben, vagy ha megnézzük a Szentírás, nagyon élesen elvál, mert miután megvacsorált, kezébe vette a kenyeret. Ez egy nagyon fontos dolog a kéznél lévő páska, vagy kovásztalan kenyér és bor, amivel Jézus szerzi az új szövetséget, a kenyér az egy hétköznapi táplálék volt, olyannyira hétköznapi táplálék volt, hogy még az útra is gyorsan össze lehetett rakni. A legegyszerűbb dolog, a legegyszerűbb fajta nem kell megvárni, amit kell, meg elromlott, meg nem kell fölfuttatni, meg nem tudom, mindenféle ilyesmit, amit manapság, akik a kenyereket gyártják, így a Covid időszak alatt, azok kísérleteztek. Semmiért nem kell csinálni, össze kell keverni vízzel, meg kész, kovásztalan kenyér, nagyon jó, lehet is enni. Tehát egy hétköznapi eledel, a bor viszont az ünnep és az örömnek a kifejezője. Kánai mennyegzőjénél nem véletlenül, hogy olyan fontos szerepe van a bornak, és Jézus még segíti a e, megrészegülni a lakodalmasakat, tehát az, az, örömnek a kifejezője, a ünnepi örömnek a kifejezője. Ahogyan a kenyeret megtörték, úgy törték meg Krisztust, ahogyan a bőr, bor kiömlik az úrvacsorába, úgy ömlött ki e, a Jézus vére. A Gyorsítok akkor, hogy tudjunk itt. Lényegében Zwingli ugye emlékvacsoraként értelmezte az úrvacsorát, de ez nem egyezik a Szentírása és Krisztus rendelő szavainak súlyával. Calvin sem tartotta kielégítőnek ezt, de Zwinglihez hasonlóan gondolkodott Krisztus isteni és emberi természetének egymáshoz való, való viszonyához. Számára a kenyér és a bor jelek, melyek a hit által felemelik a hívőt a mennyei atya jobbján trónoló Krisztushoz, és vele lélekben egyesül. Ha hitetlen, ezért nem kap kenyeret, csak bort. Luther mindezzel szemben váltig ragaszkodott Jézus rendelőigéinek a reális jelentéséhez, mely az ő felfogásá szerint egy vonalba esik a megváltó kinyilatkoztatásának azzal a központi tényével, hogy Jézus Krisztusban az ige testé lett, Isten valóságos emberré lett ezen függ az isteni kinyilatkozás teljes realitása, hitünk bizonyossága. Tehát Luther számára nagyon fontos volt az, hogy Jézus Krisztus valóban jelen van, és nem csak a hit által, nem csak szimbolikusan, és azért, mert így beszél erről az új szövetség e, is, e, mondhatnánk itt igéket, a biblikus realizmusra, az áldás pohara, amelyet megáldunk, nem a Krisztus vérével való közösségünk a kenyér, amelyet megtörünk, nem a Krisztus vérével való közösségünk például 1 Korintus 10. A másik véglet, amivel szemben szintén áll az evangélikus felfogás, az a katolikus átlényegülés tana és az áldozó papság. Itt most tényleg csak egészen röviden foglalnám össze, ugye az elején azt mondtam, hogy ennek lesz jelentősége, hogy megismételhetetlen, tehát az, hogy nem az a problémánk a katolikus felfogása, hogy nem tudjuk elhinni, hogy egy ilyen csoda végbe megy a kenyéren, hanem a problémánk az, hogy egyszer is mindenkor a megismételhetetlen, tehát ezt nem, tudják, nem tudja az ember megismételni. Egyébként pedig, hogyha ezt kihúzzuk a, a katolikus teológiából, tehát a mise áldozat az nem egy olyan dolog, amit csak egy felszentelt személy végezhet, akkor egyébként az oltári szentség, meg szentségimádás, ami most is volt az eucharisztikus kongresszuson, meg mindenféle dolgok, azok teljesen így összedülnek. Lényegében kihúztam az egyik lényeges lábát. Na hát két percben még gyorsan beszélnék arról, hogy az úrvacsora rendjét érintő gyakorlati változtatási igények merültek föl. Nem tudom, hogy ez mennyire volt része annak, hogy a konferencia ezt elővette, ezt a témát, de talán tudjátok, hogy az EMAGIKUS Egyházban lett egy ilyen rendelkezés, hogy gyermekeknek is kiszolgáltatható az úrvacsora, és öt éves kortól. És hát a változás indokai azok voltak ebbe, hogy értsük egy kicsit, Rendet próbáltak vágni a rendetlenségben, nagyon sok individuális elképzelés volt, hogy gyerekeknek kekszet adtak, meg ezt-azt adtak a mellé, hogy ha már ne legyen ott egyedül, meg nem tudom meg, hogy jaj, milyen szép, hogy együtt vannak a családok, és akkor lelkészekre mindenfélét maguk kitaláltak, és erre próbált egyrészről válaszolni az egyházi vezetés. A másrészt pedig egy ilyen ökumenikus egység diktálta vágy, meg egyébként az úrvacsora évére kigondolt hatalmas nagy eredmény, ami miatt ezt így gondolták, hogy bevezetik. Igaz ugyan, hogy hát ez egy hosszú-hosszú vita előzte meg, a egyes felfogások szerint mondjuk olyan hosszú vita nem előzte meg. Körülbelül száz évvel ezelőtt voltak először ilyen hangok egyébként, És de hát ezek nem voltak sem általánosak, sem teológiailag megalapozottak. Tehát nem olyanok írták ezeket. Aztán volt a vita, ami tíz éves vita, az azt jelentett, hogy néhány cikk itt ott megjelent, különösebb vissza nélkül. Tehát mondjuk ezt annyira nem beszéltük végig. A változás fogadtatása az volt, hogy nagyon összezavarodott most úgy érzem az egyház, több gyülekezet nem érti, hogy mi van. A lelkészi kar is, ezt lelkészi konferenciákon így látja az ember. Láthatólag nem volt rá fölkészülve az egyházunk, talán nem egy ilyen covidos időszakban kellett volna egy ilyet bevezetni, így ilyen zoom zsinati üléseken, és a többi, És hát van egy némi valamiféle ellenállás, amit azzal próbálnak legyűrni, hogy hát most már ez a törvény, meg stb. Ami ugye egy érdekes dolog, és hogy majd azért mi a kidolgozzuk a részleteket, és a többi, De úgy gondolom, hogy a gyülekezet tagjai mai napig nem ismerik ezt, és ebből majd még lesznek problémák. Hát néhány ellenvetést egy percben. Azt gondolom, hogy a legerősebb ellenvetés az az lehet, amit Luther Márton a nagy kt írt le, ami hitvallási íratunk, nem hitvallásunk, de hitvallási íratunk, amire egyébként minden evangélikus elkész fölesküdötte, be ezt olvassuk. Ezen túl nincs szándékunkban bárkit odaengedni, és bárkinek kiszolgáltatni ezt a szentséget, az úrvacsorát, ha azt sem tudják, hogy mit keresnek ott, vagy miért járultak oda. Hát ez nem tudom, mennyire működik a 7 éves, vagy ez az, az 5 éves kort, ezt nem egészen értem, fejlődésileg tanilag is, a 7 éves kor az jobb lenne, mert akkor már képes ilyen asztrak gondolkodásba, de hogyan tudom számon kérni egy 7 évesen? Persze azt is mondják, hogy fölkészítjük a gyülekezetet, de ha fölkészítés szükséges mégis, ahhoz, hogy úrvacsorát vehessenek így, akkor miért nem jó volt az eddigi rend, hogy konfirmációba fölkészítettük az úrvacsorában. Szóval én ezt egészen nem értettem egyháztörténeti érvek is szólnak ellene, ugye Cipriánus írja azt, hogy volt a kedves kisgyerek, akinek beleerőltették a szájába a bort, aztán ezt kiköpte, és akkor utána, hát ugye ez, ez micsoda skandalum volt, tehát ezt ő így hozza föl. Na, no, ha érdekes módon ez a vitába pro érvként hangzott el, ami, ami egy, elég érdekes, de persze a részleteket nem volt igaz. Na hát én azt gondolom, egy utolsó mondat, hogy az ökumenikus vonatkozása is van ennek, mert azt gondolom, az a szabályozás, ami jelenleg született, ez egyrészt eltávolodás a reformátori kereszténységhez, től erősen a korszellemhez való igazodás és erőteljes közeledési kísérlet a katolikus népegyházi vonalhoz. Csak ettől nem változik meg a katolikus eukrisztika a körforga, fő, vagy a fölfogás. Én azt gondolom, hogy nekünk ragaszkodnunk kell az evangélikus urvacsora értelmezéséről. Én legalábbis nem tervezem ettől eltérni. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok.